Sziasztok, én Barna vagyok, és ez itt a Top 10 tény. Top 10 tény. Ebben a videóban nem másról lesz szó, mint Batmanről, úgyhogy kezdjük is! Batman Bob Kane rajzoló és Bill Finger író kitalált szereplője, szuperhőse a DC Comics képregényeiben. Először az 1939. májusban megjelenő Detective Comics 27. számában jelent meg. Batman titkos személyazonossága a milliárdos Bruce Wayne, akinek szüleit rablógyilkosok ölték meg. Ekkor határozta el, hogy egész életében a bűn ellen fog küzdeni. Bruce Wayne nevét két történelmi hősről kapta. Az egyik Robert de Bruce, aki egy skót nemzeti hős, a másik pedig Mad Anthony Wayne, az amerikai függetlenségi háború hőse. Batman online felhasználó neve John Doe 297. Batman fülei valójában rejtett, borotva éles lövedékek. Batman Zorro, az Árnyék és Dracula inspirálta. A kanadai Victoria Egyetemen van egy olyan tanfolyam, amit Batman tudománya néven indítottak. A tanfolyam leírása a következő. Az extrém tartományban felfedezhető emberi alkalmazkodó képesség megismerése a köpenyes igazságosztó életén keresztül. Az első Batman filmet, a Batman Draculát Andy Warhol rendezte 1964-ben. A Batman írója Bill Finger elmondása szerint a Gotham City nevet úgy találta ki, hogy kinyitott egy telefonkönyvet és random rámutatott arra, hogy Gotham X-szerész. A szinkron színész Kevin Conroy játszotta a legtöbbször Batman szerepét. A Batman animált szériával kezdte, aztán 8 darab Batman tévésorozatban, 13 animált filmben és 10 videójátékban szerepelt. A 90-es években a Batman animált széria Jokerét Mark Hamill, azaz Luke Skywalker szinkronizálta. Ezen kívül még szinkronizálta Jokert a Batman Mask of the Phantasma és a Batman Arkham Asylum filmben, valamint az Arkham City videójátékokban. A két alkotó elmondása szerint Batman köpenyét Da Vinci ornitopter repülőjárműve iklette. A Marvel és a DC keresztezési pontja egy történet, amiben rozsomák és Batman egyesül, pontosabban egybeolvad. Sötét karom, Batman védegyes köpenyét, valamint rozsomák jellegzetes sárga kosztümjét és adamantium karmait birtokolja. Nos, köszönöm, hogy végignéztetek ezt a videót, hogyha esetleg van ötletetek a következő részhez, hogy miről szóljon, azt oda lent kommentekben írjátok meg. Én Barna voltam, ez itt a Top 10 tény, sziasztok! Ezen kívül még szinkroninálta.